Ha választanom kellene, hogy melyik évtizedben élnék a legszívesebben Japánban, kapásból rávágnám, hogy valamikor a 90-esben. Mert ugye akkor volt a legeslegjobb Toyota Supra, a 300ZX, a Honda NSX, ennél a kettőnél kicsit talán még jobb, és aztán itt volt mindjárt ez, a pompás Mitsubishi 3000 GT VR4. A 80-as évek a ronda kockaautók és a turbófeltöltés évtizede volt, a 90-es évek ennél sokkal vidámabb. Egyrészt ugye ez nem egy ronda kocka formájú autó, hanem gyönyörű, szép lapos, sőt a maga módján kifejezetten gömbölyded. Másrészt a turbófeltöltés a 90-es években már nem nagy szám, ezért itt nem egy turbófeltöltő van, hanem kettő. Sőt, az, hogy az autót kormányozni lehet, az se nagy szám, úgyhogy nem csak az első két kereket lehet, hanem a hátsót. Hogy szép kipufogó hang van, ha kérem, kinek nincs, ezért itt állítható, és az, hogy spoilerek vannak elől, hátul, ugye fordított a sorrendben, az se érdekel senkit, ezek mozognak is. A hátsó fölemelkedik, az első lesüllyed. Az elmúlt egy évtized során történt már egy-két apróság, például itt látható ennek a nyoma, de hát az ilyesmi egy 300 lóerős autóhoz pont úgy hozzátartozik, mint egy boxolóhoz a bevertor. Huha! Hát erre szokták mondani, hogy nem igen van hova beejteni a csavarkulcsot, ide igazság szerint már a csavar se nagyon van hova beejteni. Ez volna a V6-os biturbo motor, már az a kevés, amit látunk belőle. És ami még érdekesség, az itt van a motor alatt, az pedig az első differenciálmű és a középső differenciálmű, ezek ugyanis együtt vannak egy helyütt elő, sőt a középső még egy kicsit előbbre van. Ez egy furcsa érdekes elrendezés, egy kis játék a tengelyekkel, és ha már differenciálművek vannak, azokat érdemes is egy ilyen erős autónál összezárni, ezért van viszkokuplunk középen meg hátul. Biztató. Ezzel a kis résen látszik, hogy ez az alkalmatosság itt mozogni hivatott. Ez egy csodálatosan szép csíklámpa, itt pedig négy igazán bizalomgerjesztő kipufogó cső. És ilyenkor csak itt szól, viszont amikor majd gyorsan megyünk és végre dolgozhat, akkor majd itt is van. Itt-ott egy-két apróság már iszog. De mennyivel vidámabb, hogyha arra gondolunk, hogy a vezető felé fordított csőműszerek vannak, szép kis árnyékolókkal, klasszikus, még inkább a 80-as évekből származó kütyük, minden világít mindenféle színnel. Például itt. Barátom. És még egy érdekesség van, hogy ez egyáltalán nem kicsi autó, és megdöbbentően nehéz autó, mégis az van, hogy én is alig félek el benne. Pedig még hátra is van döntve az ülés. Ahogy ezt beállítom magamnak normálisra, akkor beleér a hajam a plafonba. Szóval, ez nem langalétáknak való, minden esetre 300-320 lóerő kedvére az ember már hajlamosan meggördülni egy kicsit. 40, 60, 80, 90, 100! Jó, ez, azt hiszem nyugtán állíthatjuk, hogy megjárja. Ahhoz képest, hogy két kisebb turbó van rajta, és nem egy hatalmas, itt is van némi turbójuk, tehát lehet érezni, hogy 3000 alatt még messze nincs annyira kedve megindulni itt felette, utána viszont rettenetesen megy. A kanyarodás az nagyon vicces dolog, határozottan érezni kanyar közben, különösen, hogyha az ember állandóan fixen tartott kormánnyal fordul, hogy a hátsó felfüggesztésben is van némi kormányzás, méghozzá aktív kormányzás. Az történik, hogy a kerék összetartást szabályozó karokat húzza el egy kicsit egy elektronikus szerkezet, és akkor ezzel segít nekünk még jobban befordulni. Semmi kiszámíthatatlanság, semmi agresszivitás, csak egy kicsit finomabban ráterül arra az ívre, ahova egyébként is mennénk. Természetesen elektronikusan állítható a csillapítás keménysége, sport és túr fokozatban, illetve az elektronika beavatkozó készsége. Tegyünk minden sportba! Mégiscsak az a legbiztosabb. A 3000 GT eszméletlenül gyorsul. Figyelem, ez elsősorban a twin turbos változatra vonatkozik, hiszen létezett ez az autó szívó motorral, illetve ikertestvére a Dodge Stealth is létezik. A szívó motoros autó valószínűleg szintén nem rossz, de ehhez az autóhoz ez a 300-320 lóerő bizony el kell, mert iszonyatosan nehéz.
Ez olyan, hogy érezni, amikor az ember vilámon megpróbálja keresztbe verni kanyarodáskor, hogy bizony egy tetemes súly mozdul, és azt kell aztán az úton tartani, lehet ezt nagyon élvezni, de oda kell rá figyelni, nem könnyű autó. És ami még a keresztbe csúszást illeti kanyarban, itt meg azt érezni, hogy ezt Amerikára fűszerezték ezt a futóművet. Az amerikaiak nem hallnak meg a lelkesedést, hogyha valami csak úgy egy szent pillanatásra keresztbe fordul, hanem ilyenkor leesnek az útról, és aztán beperelik az autógyártót. Ezt elkerülendő, ez egy nagyon barátságos, ilyen kudarc kerülő összkerékhajtási rendszer, ami folyamatosan küld előre és hátra és nyomatékot nagyjából azon a sarányban, viszont alapvetően azt szereti jobban, ha az autónak az orra csúszik kifelé az ívről, ezt hívják alulkormányzottságnak, tehát nem megpördül, hanem orral kifelé sodródik. Mivel így nem lehet igazán látványos képeket csinálni, ezért mi egy kicsit belengedjük, tehát megfékezzük keményen kanyar előtt, és egy ellentétes kormány mozdulattal elbizonytalanítjuk, és ilyenkor kicsúszik a feneke, megfékezéssel lehet megindítani a fenekét, nem pedig a gázadással, a gáz után ahhoz kell, hogy kicsit kintartsuk, és gyorsan kijöjjünk a kanyarból. A korabeli tesztek mind-mind megjegyezték, hogy bár a fékek alapvetően nagyon jók, sok kemény fékezés után hajlamosak megmelegedni, és akkor utána nyúlósá válik, ezt nekünk is volt már alkalmunk kipróbálni. Valóban ez történik, kicsit kellemetlen, éget, fékbetért szag mellett szépen elmúlik a fékhatás, és ahogy visszaülnek, rögtön minden visszajön, mintha mi sem történt volna. Ez az 1-es 3000-től 7000-ig, ez hihetetlen, és még a 2-es is nagyon szépen hasít. 0-ról 100-ra, még így 10 évesen se kell olyan 5,8 másodpercnél több. A későbbi változatokban már 6 sebességes váltó volt, ebben még csak 5, de nem nagyon hiányzik az a 6-os. Igazság szerint így is simán lehet úgy váltani, hogy a turbo öröm zónájában járjon csak a fordulatszámmérő. Ez egy szexis és szép formájú autó, ráadásul nagyon is vadortó sportkocsinak tűnik. Iszonyatosan jól is megy, annyi mindenféle high-tech kütyű van benne, amit mostanában se tesznek bele egy autóban, mert ez már-már egy kicsit túl sok, ugye elő-hátul kormányozva, elő-hátul hajtva, kikizárak ráadásul, elektromos spoilerek, és itáv, és mégis, aki egy ilyet akar magának, 3 millió forint környékén, tehát egy közepesen felszerelt Renault Thalia környékén megkaphatja ezt a típusú élményt, meg azt, ami vele jár, azaz a meglehetősen borsos fenntartási költséget. De mégis azért nyáladzani, ez utána az autó után inkább fognak, mint egy szép optimai tuninggal felfázott Thalia után. Szerintem 2 millió 9 érvényest a konkrét példányt is odaadja a tulajdonos, pedig szeretném.